Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet, de aki a szép virágot megtermeli, annak is kijár a kellő tisztelet. A virágkertészet az agrár szakma egyik magas iskolája. A sok szakmai gyakorlat, tapasztalat és napi odafigyelés, valamint gondozás kell ahhoz, hogy a kertész piacos és szép növényeket állítson elő. A fóliás kertészvilágban sem árt, ha a gyermek látja és megtapasztalja azt, hogy szülei miként teszik a dolgukat. Honpot Lehel kollégám egy kibédi kertészetben járt és kérdezett. Hogyan jött az ötletű virágtermesztésre foglalkozzunk és ezt a megélhetési formát válaszza? Egészen egyszerűen ez úgy alakult, hogy a szüleim neki fogtak már 20 éve a virágtermesztésnek. Én úgy láttam, 18 éves koromban, hogy a kertészmérnök itt kell választom mind egyetemet. Azt végeztem, és úgy álltam ebbe a szakmába a munkába, mert szeretem csinálni. Ebben a szakmában mi jelent mégis nehézségét? Hogyan élték meg a kezdetet? Hát a kezdetet, a kezdetek kezdetét én annyira nem tudom igazából visszaadni, mert akkor még gyerek voltam, mikor ez kezdődött. Eleinte elég kis területen azt hiszem, hogy öt ári volt az egész, ami, ami fűtött fóliánk volt lefedve, az fából készült, Házilag csináltuk, elég kezdetleges dolog volt, de már akkor is muskákli termesztéssel foglalkoztak a szüleim. Az, az ment, az nálunk úgy lehet mondani a termék, az már nincs is, vagy jelenleg el is fogyott. Akkor ez volt. És idővel, ahogy, ahogy megismertek a, a nagybani kereskedők, és ahogy jöttek és vásároltak, Önerőből építettünk vasfóliákat, nagyobb helyre terjeszkedtünk, lecseréltük a fűtőberendezést is központi fűtésre, és nagyobb kapacitással dolgoztunk időről időre, mind nagyobbal. Virágtermesztés terén milyen dolgokra kell odafigyelnie itt a szakma esetében? Az lista elég hosszú, igazából, de hát ha a legnagyobb szükség van munkaerőre, jó hozzáállásra, kitartásra, ez ami morális szempontból. Szükség van jó szaporítóanyagra, szükség van termesztőberendezésre, szükség van szakértelemre és kapcsolatokra az eladáshoz. Ezt erre a négyre mindenképp szükség van. Mekkora területen található a virágkertészet? Jelenleg 20 áron dolgozunk. Az van, 20 van lefedve, és még még lesz a szabad ég alatt is, azt még nem tudom a területét. Na most már milyen virágfajták található a Jelenleg, jelenleg ilyen apró virágok vannak, amiket földbe ültetnek az emberek, gruppokba, kertekbe, ez ilyen szőnyegágyi növények, petunniák, büdöskék, szálviák, violák, van díszcsalánunk, koleusz. Ezek az apró, az apró növények, vannak a, a nagyobb edényekben a felakasztós szurfiniák, ezek, ezek mind ugye egynyáriak, és tavasszal legkorábban kezdjük a muskátlival, úgynevezett káliopé muskátli, az, amit már márciusban szoktak vinni, és a muskátli, amilyen kisebb edényben van, azt is már korán viszik. Tehát igazából erről vagyunk ismertek a muskátliról, a szurfiniáról, és ilyen kisebb apróságokról későbben. Mi elemzi ezeket, mennyire igényesek, milyen talajra van szükségük? A földkeveréket azt mi készítjük el, ugye vesszük a Norvég, Norvégiából hozzuk a tőzeget, vannak különböző fajtájú tőzegek, darabosabb, agyagosabb, finomabb szemcséjű, vetőföld, ezeket össze kell keverni, bele kell keverni a a szükséges műtrágyákat is, amik idővel majd lebomlanak. És tehát földre van szükség. A szaporítóanyagot azt a Magyarországról, Németországból kapjuk. A növényvédőszereket meg itt az országban veszük a forgalmazottól. És mely virágfajtákat kedvelik leginkább az emberek? Melyiket veszik? Kinek ugye mi? Mert hogyha székességbe árulunk ilyenkor piacokon, akkor az ilyen apró növényeket visszük, mert az emberek inkább a virágágyakba ültetnek. Hogyha meg Bukarestről, Kostancáról, nyemszról beszélünk, akkor azok inkább a muskátlit viszik, amiket balkonládába ültetnek, a felakasztói szurfiniákat viszik, amit ugyancsak balkonra tesznek, ezeket körülbelül. És mekkora a kereslet érdeklődés, hogyan látja ezt? A kereslet az változó. Azt lehet mondani, az a legváltozóbb, mert tavasszal, márciusban már a káliópi muskátlit azt viszik. Az indul leghamarabb, az avval kezdjük. Először arra van kereslet. Utána, hogy melegszik az idő, az emberek kezdik kipakolni a balkonládákba a muskátlikat kiültetni, és ahogy az idő még jobban melegszik, ilyenkor májusba már veszik az ilyen apró növényeket, a virágágyakat. És hol lehet beszerezni az ön termékeit? A mi termékeinket itt lehet beszerezni helyben az udvarunkon igazából, mert nagybani, keresked, nagybani termelők vagyunk, és hogyha úgy tartja a szükség, akkor piacokra is eljárunk, a székelységbe igazából megyünk Csíkszeredába, a székely udvarhelyre, szoktunk menni Bilborba, Borszékre, Tölgyesre, és azokban a falvakban, ahol igény van a virágra, mert sok helyt nincs annyira igény, mint fent a székelyek között.